Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma április 20-án egy spontán kirakással még hozzá a Gilded Reverie Lenormand kártyákkal. Mit érez és mit gondol a lélektársad ma, és mi a meglehető következő lépése? Mielőtt persze a kártyákat keverni fogom, megkérlek, hogy hunyd be a szemed és küldd el gondolatban azt, amit tudni szeretnél. Elhoztam nektek még ezeket a másik kártyákat is, és most megkérlek, hogy koncentrálj a lélektársadra, mit gondol, ha rád gondol, mit gondol, ha rád gondol, mit gondol, ha rád gondol. Ő kiesett, igen, a múlt élet is szintén kiesett. Nézzük, mit gondol, mit érez, ha rád gondol, mit érez, ha rád gondol. Mit érez a szívében, és mi a meglehető következő lépése? Mi a meglehető következő lépése? Hát azt látom, igen, a szerelem, mint ahogy látod, itt van a szerelem ez energetikában, hogy ez nagyon-nagyon intenzív, a mai napon nagyon intenzív energia van, hogy ő nem is tudja, hogy hogy is érezze magát a fejénál. Ez az érzés, ez annyira elfogja, teljesen tele van ezzel az érzéssel, és úgy látom tényleg, hogy teljesen a mély tudat benne van, és nagyon szeretne tényleg ezt a melegséget, ezt a nagyon jó érzést veled, nagyon szeretné élni, erre gondol, de ez a szép érzés, ez a szerelemmel kapcsolatos, veled kapcsolatban, ez egy múltéleti téma, lelki téma, múltéleti téma, mint ahogy látod, ez is a fején áll, ezek a gondolatai a mai napon, és hogy fog ez tovább alakulni? Hát igen, karmikus ez az egész. A szívében itt van tényleg, hogy még félelmek, rejtett félelmek vannak benne, amit lehet, hogy már tényleg, lehet, hogy már érzett, vagy ő is érzi, ez a teli holdnak a befolyását, hogy ez befolyásolja ezt az egészet, olyan nyugtalan érzést csinál neki a szívébe, félelmeket hoz fel, múltéleti témák, karmikus témák a szívébe érzi a mai napon, és lehet, hogy figyel is téged egy kicsit úgy, vagy arra figyel, vagy az is lehet, hogy valamit valahogy nem őszinte egészen önmagához, nézd, hát hogy fog ez tovább alakulni, itt vagy te, fejeden állsz, nagyon nagy vonzó energiával, vonzó erővel, mint ahogy látod, ez a piros lánc is itt van a nyakadon, látod, ez a piros fonál, ez azt szimbolizálja nekem, azt szimbolizálja tényleg, hogy igen, múltéleti témák ezek itten, és a lelketek ez a piros fonál, és betiltja magának most tégedet, hogy ezeket az érzéseket érezd, ez a szerelem annyira feljön benne, hogy nem is tud ellene védekezni, valójában tudja, tudatosan tudná, hogy ennek lehetne esélye, potenciálja, de itt az állarc, itt a maszka, de mint ahogy mondom, ez egy múltéleti téma, ez kell, hogy feloldjátok, csináljatok, készítsetek egy visszavezetést, múltéleti visszavezetést, és keressétek a megoldást erre a témára a lélektársatokkal. Az jött ki, hogy megengedje ezt, a helyzetet önmagának, hogy is lassen is ganz of mein Leben ein, hogy megengedem teljesen, hogy ez az életbe részt vegyek, az jött ki neki,
Nézzük meg, milyen angyal kíséri a hetedik felhő angyalokból. Egyet kérünk, kedves angyalok, egy kártyát kérünk. Kettő jött, kettő. A hála, szóval, hogy hívd a tudatodba, vagy emlékezz vissza arra, hogy mire vagy te hálás, és egészen a mély szívedből legyél hálás mindenért az életedben, és hálával találkozz mindenkivel, és a démut az pedig azt jelenti, hogy ilyen kegyelem érzés, hogy a kegyelem az ad neked bátorságot, merészséget, a saját igazságodhoz, hogy álljál, és érezd ezt a mély egységet a belsődben, és fogadd el a te emberiségedet, és mindenkivel szeretettel és kegyelemmel találkozzál. Valamint húzunk még egyet, hogy a tündérek nyissák ki a szívedet, egy kártyát ebből, az jött be, hogy minden időnek megvan a szépsége, minden időszaknak az életben megvan a szépsége. Hát ez így van. Nézzük, most húzzunk neked is, persze, mert a lélektársad nem biztos, hogy mindig nézi. És nézd, neked meg a szeretet jött ki. Szeretetet nem lehet tervezni, csak meg lehet engedni, vagy meg ki kell rá nyitódni. A szeretet az a legerősebb energia, és ez a lelki fájdalmakat is meggyógyítja. Hagyjad, hogy a szerelem jöjjön az életedbe, és a hála érzet pedig a második legmagasabb rezgés az életbe. Szóval neked ez jött ki, és most kérünk még neked egy üzenetet ebből a nagyon-nagyon cifra kártyákból. Ja, nagyon gyönyörű sok cifra kártya, behunyom a szemem, és kérek, behunyom. Ó, nézd csak, te kell, hogy valamit tervezél is, ha bár persze szerelemet nem lehet tervezni, de neked kell itt valamit, hogy tervezél. Én felismerem a tervet, a lelkem tervét, és megengedem a legmagasabb szinten, hogy engem vezessen. Az Isten az én teremtőm, a te akaratod, áldott a te akaratod. A látható és nem látható mesteri erők adják nekem a legmagasabbat, vagy a legjobbat, hogy a legmagasabb beteljesüljön. Tervezni, planen holti meister hinzu. Ja, hogyha tervezel valamit, akkor még hozzájönnek a mesterek, hogy a te élet terved a legmagasabb rezgést elérje. Szóval tervez a mai napon. Ez az üzenet neked szeretettel. Igen? Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, ha tetszett. Lájkoljatok, kommentoljatok, iratkozzatok fel a csatornámra, és legközelebb szintén velem tartsatok. Felteszek egy ikerláng videót szintén nektek, hogyha úgy érzitek, hogy az ikerláng folyamatban vagytok, szívesen megnézhetitek. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok, Valéria!